$2 milliárd előleget adhat a Gazprom a Naftoház ukrajininek, hogy az ebből az összegből földgázt vásároljon és helyezzen el föld alatti gáztárolóiban. Az elkövetkezendő napok során meg is születhet az egyesség, jelentette ki Alexej Miller, az orosz cég vezetője. Mint ismeretes, Ukrajna május 23-án hivatalosan értesítette a Gazpromot, hogy ebben az évben nem fog földgázt vásárolni és föld alatti gáztárolóiban felhalmozni azért, hogy az orosz monopolvállalat európai partnerei előtt vállalt kötelezettségeit teljesíteni tudja. Új törvény alapján történik ezentúl a vámvizsgálat a határátkelőkön. A jövedéki termékeket kivéve a személyi podgyászban, illetve az azt kísérő csomagokban vámmentesen behozható termékek összértéke nem haladhatja meg az 1000 eurót, súlyban pedig az 50 kg-ot. A repülővel utazók számára a behozott tárgyak ára nem lehet több 500 eurónál. Az ide tartozó személyes dolgokat vagy árucikkeket nem kell feltüntetni a vámáru nyilatkozatban. Ez a szabály azokra a személyekre vonatkozik, akik naponta csak egy alkalommal lépik át az államhatárt, tájékoztat Olekszandr Pohilko, a csapi vámhivatal vezetője. A 2012-es futball Európa bajnokság befejezése után át fogják vizsgálni a meccseket előkészítő programok pénzügyi helyzetét, jelentette ki Anatolij Holubchenko. A foci EB kurátorának elmondása szerint a 2012-es kontinens viadalért felelős bizottság 10 millió hrivnyát fordított a foci EB-re. Ha pénzügyi szabálysértést találnak, akkor a vétkes köztisztviselőket felelősségre fogják vonni, írja a Telsen internetes hírportál. Ukrajnában a foci EB-re való felkészülés során az autóutak építésére és felújítására $2 milliárd költöttek, közölte Yevhen Prusenko, az Ukr Autodor átszervezését felelős bizottság vezetője. 2012 végén a Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint a dollár árfolyama 8 hrivnya 41 kopékára fog csökkenni. Ukrajna már több mint egy éve nem kap hitelt az IMF-től. Egyes szakértők úgy vélik, hogy ez a nemzeti valuta stabilitását veszélyezteti. Egyesek szerint a kormánynak és az Ukrán Nemzeti Banknak 8 hrivnyás szinten kell tartani az árfolyamot, írja a Telsen internetes hírportál. Beregszászban második alkalommal adtak át ösztöndíjakat magyar középiskolásoknak. Az Emberi Erőforrás Minisztérium által tavaly alapított Ady Endre díjat most 25 gyerek vehette át. Ők lettek a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség által szervezett megyei vetélkedők legjobbjai. Egész évben folyt a munka érte, tehát sorba jöttek a versenyek, mindegyiken igyekeztem részt venni, illetve a tanulmányi előmenetelemre is mindig odafigyelek, hogy megfeleljek annak a szintnek, amit saját magamtól elvárok. A 10 hónapon át összesen 100 000 forinttal járó ösztöndíjról szóló okleveleket az Emberi Erőforrás minisztere adta át. Balog Zoltán szerint a Kárpátalján létesített tehetségpontok révén a Géniusz Alapítvány egy év alatt több mint 2000 tehetséges tanulót karolt fel. Kiemelte, a kárpátai magyar fiataloknak van mire építeniük a tehetségüket, hiszen gazdag örökségből meríthetnek őseik földjén. Egy olyan mozgalom van kibontakozóban a magyar kormány támogatásával, amelyik nem hagy elkalódni egyetlen tehetséget sem, hiszen minden magyar egyformán érték, itt Kárpátalján meg különösen. A tárcavezető szerint a magyar kormány támogatásának a lényege nem csak az, hogy pénzt ad a fiatal tehetségek felkarolásához, hanem mozgósítja azokat az erőket, amelyek ezt megvalósítják. 250 nyári üdülésre felhúgasító utalvány kerül kiosztásra. Ezek a diákok Magyarországon, illetve Kárpátalján különböző táborokban fognak részt venni. Balog Zoltán az ungvári járási Nagydobronyban keresztény identitás címmel tartott előadást magyar értelmiségieknek a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület által szervezett identitás konferencián. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából zászló átadásra került sor a hétvégén a beregszászi református templomban és a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az országzászlót, amely az összetartozást, az identitástudatot szimbolizálja, a magyarországi nemzeti társaskör tagjai adományozták az egyháznak és a főiskola képviselőinek. Az 1992-ben létrehozott szervezet fő célja a hiteles magyar történelem tanúsításán túl a magyar egységének megerősítése.